a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Beérett a fóliás eper, hamarosan jön a szabadföldi szezonja is. A kaposvári nagypiacra időszerűen a térségi őstermelők szállítják a finomságot. Koncertek, vetélkedők és kézműves foglalkozások tucatjai várták a családokat a kaposvári Majálison. A városligeti programokra sokan voltak kíváncsiak. Rendőrnapot tartottak kedden Siófokon. A tóparti városkában rengeteg érdekes és interaktív bemutatót szerveztek az egyenruhások. Jó estét kívánok! Kitüntetéseket adott át kedden a munka ünnepe alkalmából a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei szervezete. Megválasztották az év munkáltatóját, szakszervezeti vezetőjét és nyugdíjas szakszervezetisét is. Az ünnepségen elhangzott, hogy az érdekvédők több ágazatban is jelentős béremeléseket tudtak kiharcolni idén. Mindenkinek megköszönöm, hogy együtt dolgozott velünk, elnök vezérigazgatónak, igazgatóknak, hogy együttműködhetünk szakszervezetis kollégáinknak, akik néha remegő gyomorral ülnek a bértárgyalásokon. A már hagyományosnak mondható ünnepséget Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Somogy vármegyei elnöke nyitotta meg, majd Kaposvár alpolgármestere köszöntötte a szakszervezeti vezetőket és a munkáltatókat. Dér Tamás a többi között arról beszélt, hogy a város újraiparosítási programjával együtt várhatóan a bérek is emelkedni fognak. Gyárak is épülnek, meglévő gyáraink is fejlődtek, és új befektetők érkeztek az út megépülésével. Ez újabb kihívásokhoz fog vezetni, nyilván itt is a tulajdonosokkal meg kell tudni egyezni, és az is nagyon érdekes, hogy ma jelenleg Kaposváron szinte nincs munkanélküli. A fórumon elhangzott, hogy a szakszervezetek jelentős eredményeket értek el az idei bértárgyalások során. Volt, ahol 30%-os béremelést és évi 400 ezer forintos kafetériát is sikerült kiharcolni. 20%-ot adtunk be bérkövetelést, nem könyörgést, követelést, és ebből megvalósult 10 és 20 között. Volt olyan helyünk is, ahol elhaladtuk a 20-at, volt, ahol 10 lett. De ugye úgy tárgyalunk, hogy nem csak az alapbéreket, hanem a pótlékokat, az egyéb juttatásokat, 13., 14. havi bérekről is tárgyalunk, és hogyha az összjövedelmeket nézzük, akkor azt hiszem, hogy az inflációt meghaladtuk az idén. A rendezvényen kiderült, hogy az év munkáltatója 2024-ben Takács Tamás, a Kavisz Kft. Ügyvezetője lett Somogyban, az év szakszervezeti vezetője pedig Lajos Zoltán, a Biocom Nonprofit Kft. Szakszervezeti titkára. Ezt a kitüntetést a cég ügyvezetője vette át. Az év nyugdíjas szakszervezeti vezetőjének Kis Juhászné Horváth Hajnalkát választották meg. Kaposvár idén is meghirdette Virágos Ház Virágos Erkély elnevezésű pályázatát. A népszerű felhívásra május 17-ig nevezhetnek azon magánszemélyek, szervezetek vagy közösségek, akik ingatlanukat, telephelyüket vagy intézményüket és azok környezetét kertészetileg is kiemelkedő állapotban tartják. A pályázatokat egy szakmai zsűri fogja elbírálni. Az ítészek mindenkivel előzetesen egyeztetnek majd a helyszíni szemle időpontjáról. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. Idén országszerte 2373 helyszínen több mint 108 ezeren gyűjtötték a szemetet a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű programban, jelentette be a napokban az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára. Rajsz Anikó az egyhetes akció zárásaként arról is beszélt, az illegális hulladék rossz a gazdaságnak és rossz a környezetnek is. Előbbi kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az a szemét, amit nem a normális hulladékgazdálkodás keretei között gyűjtenek vissza, azt már vagy nem, vagy csak óriási költségek árán lehet például újrahasznosítani. Utóbbinál pedig jelezte, az illegális hulladék a vízbe, a talajba, a levegőbe kerülve nem csak az élővilágra, hanem az emberek egészségére is káros lehet. Beindult az eper szezon a kaposvári nagypiacon. Idén a kedvező időjárás miatt a szokásosnál néhány héttel korábban megjelent a hazai friss fóliás eper. A finom édes bogyós gyümölcsöt mezőcsokonyából, csökölyből és kiskorpádról hozzák. Köszönöm.
Egymás után csomagolják a kilósepreket ennél a stannál a kaposvári nagypiacon. Sokan keresik a hazai, nagyszemű piros gyümölcsöt. A tészta tetejére viszem. Igen, egy keveset vásároltam, igen. 2000 forintig kilója, de szép, gyönyörű. Mások nem csak süteményekhez viszik, hanem frissen is szívesen fogyasztják. Ja, vettem egy kilót ott szembe a másik úrnál, mert most egy fél kilót, azt megláttam, milyen szép. Viszek haza egy fél kilót meg ebből. Ennyi, enni, csak enni lesz, ennyi, semmi extra. Nem ez a családnak viszem, gyerekeknek, meg a páromnak. Kaposvár környékén több nagy epertermesztő település is található. A mezőcsokonyai, kiskorpádi és csökői fóliák alatt idén néhány héttel korábban kezdett el pirosodni a bogyós gyümölcs. Most nagyon szép darabos lett a fóliás, sokkal nagyobb, mint ami másik években szokott lenni, és nagyon finom, ízletes, nem volt annyira hideg, és szeretik a vásárlók is, elégedettek vagyunk. Hamarosan a szabadföldi eper is megjelenhet a piacokon. A szezon május végéig tart. Az eper élettani hatása egyébként kiváló, remek C-vitamin forrás emellett sok ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. A fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják, hiszen alacsony a kalóriatartalma. Hazánkban körülbelül 5000 tonna epret termesztenek, és körülbelül ugyanennyi érkezik importból. Lángra kapott egy fenyves ajnövényzete kedden Kőkút és Hencse között. Az erős szél miatt nagyon gyorsan terjedő tüzet végül 35 lánglovak tudta csak megfékezni. Az egységek Kadarkútról, Szigetváról, Nagyatádról, Kaposváról és Szabadszent Királyról érkeztek a helyszínre. A beavatkozást a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az oltást követően a szakemberek körbejárták a területet, esetlegesen izzó gócok után kutatva. Kupa győzelem és bajnoki arany. Remek szezon zárt idén a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Hamarosan részletekkel is jövünk. Az elmúlt 40 év legnagyobb fejlesztését hajtottuk végre a balatoni hajózásban, mondta a gazdaságfejlesztési miniszter egy a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Nagy Márton szerint ugyanis a nemrég szolgálatba állított két új komphoz és két új katamaránhoz hasonló járművek még nem érkeztek a tóra. A tárcavezető szerint az új hajók olyan élményt nyújtanak, amelyek a balatoni idegenforgalmat is jelentősen élénkíthetik. Szombaton megtartotta az évad utolsó bemutatóját is a Csiky Gergely Színház. A Kaposvári Teátrum kamara színpadán a Kovács Sándor című darab főszerepét Fándli Csaba játssza. A jövőben játszódó történet szövegkönyvét Rajkai Zoltán, az előadás rendezője írta Vági Eszter dramaturggal közösen Mihail Ugarov Ilja Iljics halála című darabja alapján. Valahogy az a kérdés vetődött fel bennem, hogy hova vezet ez a világ, amiben most tartunk. És ezért a Koncsarov, illetve az Ugarov színdarabját átültettük a jövőbe, a nem túl távoli jövőbe, és írtunk belőle egy nagyon magyar színdarabot, Kovács Sándor címe, amiben az Oblomov figurája, ami az orosz néplélek megtestesítője, megpróbáltunk egy ilyen magyar néplelket összegyúrni, természetesen ezt nem lehet, de egy olyan figurát, amiben mindenki megtalálhatja a kapcsolódási pontját ma ehhez a figurához, aki egy ilyen időtlenségben van, ugyan a jövőben él Siófokon, és minden, ami körülveszi, valahogy ismerő számunkra. Koncertek, vetélkedők, bemutatók várták a családokat szerdán a Kaposvári Városligetben. A Somogyi Vármegye székely majálisának célja a közösségépítés volt, és az, hogy a különböző korosztályok is önfeledten élvezik egymás társaságát. Borsót főztem, jól megsóztam, meg is paprikáztam, ábele, bábele hús. Koncertek, interaktív előadások, ugrálóvár, elektromos kisautók és népi játszótér is várta a Kaposvári Városligetbe érkező családokat szerdán. A szervezők minden korosztályra gondoltak. Hallottuk a rádióba, hogy lesz az a műsor, és csak eljöttünk le megnézni. Már szeretünk mindenről tudni, meg minden, és mint halálig rock'n'roll. Az estig tartó majálison bőven lehetett válogatni a programok közül. Jó levegőt szeretik, és jót tesz nekik egy kis mozgás, mert amúgy nem tudnak lefáradni annyira, hogy jól aludjanak délben. És érdeklik az ugrálóvárak, meg hát a sok csecsebecse, amit itt lehet kapni, venni. Patta cukor, meg mi egymás.
Az érdeklődők többsége minden évben szívesen eljön a kaposvári majálisra. Hasznosan akartuk eltölteni az időt, és hát a gyerekek is már nagyon várták, meg hát tavaly is jók voltak a programok, és idén is ezeket kiszedtük volna mindet próbálni, ugyanúgy, mint tavaly. Ezen az állomáson pedig a ralli és a Forma 1 világába pillanthattak bele a látogatók. Szeretnénk bemutatni azt, közelebb hozni a gyerekekhez, illetve minden érdeklődőhöz azt, hogy milyen az autóversenyzésnek a világa, és ezért próbáltunk egy ilyen programmal kedveskedni. Az ilyen nagyszabású rendezvényeken az egyenruhások is megragadják az alkalmat a szemléletformálásra. Ez egy játékos, edukációs, prevenciós program, bűn és baleset megelőzésről szól, aminek az lényege az, hogy életkor specifikusan kapnak különböző feladatokat, a hat állomáson, jelen pillanatban hat állomás van, végig kell menni, mindenhol más a feladat, tesztet kell kitölteni, jelzőtáblákat rajzolni a kisebbeknek. Az elméletben megtanult közlekedési szabályokat pedig egy kihelyezett kresszpályán is gyakorolhatták a kicsik. Mindezek mellett életmód tanácsokkal látták el őket, illetve tanulhattak a felelős állattartásról és az elsősegélynyújtásról is. Kommandós és rendőrkutyás bemutatóval, valamint többféle interaktív feladattal is készültek a somogyi egyenruhások kedden a Siófokon megrendezett rendőrnapra. Míg a terrorelhárítók egy csapatszállító páncéljárművel, addig a vízi rendőrök két csónakkal érkeztek a rendezvényre, amelyre több ezren látogattak ki. Úgy látom, az újdonsült rendőrök segítenek meg bilincselni az elkövetőket. Gyerekektől kaptak erősítést a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bevetési osztályának munkatársai, akik egy elfogást szimuláltak a siófoki nagy strandon. Nekem nagyon tetszett benne, hogy milyen gyorsasággal tudják észrevenni a rendőrök a veszélyt, és hogy milyen jó taktikákat alkalmaznak, illetve én rendőr szeretnék lenni, mivel hogy nagyon jó felszereléseik vannak. A rendőrnapra folyamatosan érkeztek a látogatók, akik a készenléti rendőrség öt részből álló, mintegy 11 kilós testvédő felszerelését is kipróbálhatták. Nekem ami nagyon fontos, hogy mindig mozgásba legyek, mindig menjek valahova, mindig csináljak valamit, úgyhogy igazából ugye ez fogott meg benne, hogy ugye a rendezvénybiztosítás, ugye akkor a tüntetéseken való részvétel, ezek iránt érdeklődöm igazából leginkább. A kaposvári bevetési osztály azt a drónt is megmutatta, amelynek segítségével több esetben fogtak már el körözött személyt, vagy szűrtek ki közlekedési szabálysértőket. A terrorelhárítási központ standjánál kiderült, minden fegyver adott bevetéshez van rendszeresítve. Nem mindennapi látványt nyújtott a csapat szállító páncéljármű is. A tekeseket biztonságban el tudják szállítani egy adott helyre. Golyóálló. Értéke körülbelül 100 millió forint, viszont a kereke az nem golyóálló, de megvan oldva, hogy azért ne teljesen lyukadjon ki. Engedelmességi kutya bemutató is várta az érdeklődőket. Blitz nagyon szépen követi a gazdiát. Ez a 4 hónapos belga juhász kiképzése végén kábítószerkereső kutya lesz. Egy rendőrkutyának sokféle követelménynek kell megfelelnie, nyilvánvalóan nem lehet félős, illetve általában egy alapengedelmessel szoktuk felépíteni a kutyákat, nyilván szófogadó legyen, fogadjon szót a gazdájának, és akkor specializálódik a kutyus, hogy éppen melyik szakterületre fog kerülni. A legkisebbek körében az egyik legnépszerűbb program az új és tenyérlenyomatvétel volt. De a kerékpáros ügyességi pályán is sokan tették próbára ügyességüket, míg a vízirendészek csónakjaikkal hívták fel magukra a figyelmet. Az egyenruhások ugyanis egyrészt fontosnak tartják, hogy bemutassák az embereknek munkájukat, eszközeiket, másfelől nem titkolt céljuk az is, hogy felkeltsék az érdeklődést a fiatalokban. Azért jó ez a rendezvény többek között, mert persze szórakoztatjuk itt a tisztelt közönséget, kipróbálják a rendőrhajót, rendőrmotort, tűzoltóautót, felszerelést, mindent, és persze nem titkos szándékunk az sem, hogy itt a fiatalok, akik megjelennek, esetleg pont egy kommandós bemutató, kutyás bemutató, vagy a vízirendőrhajókat látván, esetleg arra adja a fejét, hogy később rendőri pályát választja. A rendőrnapon lehetett az idei szezonban először kipróbálni a siófoki óriás kereket is, amely a pazar kilátás mellett nagyszerű lehetőséget biztosít arra is, hogy bárki a magasból követhesse végig a programokat. Ovi sportmajálist is rendeztek szerdán Kaposváron. A mozogni vágyó gyerekeket a Puskin utcai pályákon számos játékos és ügyességi feladat várta. 1, 2, 3.
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskin utcai sportpályáit majdnem 70 óvodás lepte el szerdán. A kicsik szüleikkel, nagyszüleikkel érkeztek, hogy kipróbálják magukat a többi között kapurarugásban vagy éppen labdavezetésben. Emellett számos koordinációs feladat is várta a résztvevőket. Azért jöttünk el erre a rendezvényre, hogy egyrészt a gyerekek jól érezzék magukat, és hát lássuk, hogy hogyan fociznak ezek a ifjú teges tehetségek. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Tilos! Stop! Nagyon jó! Az érkező családok többsége azt mondta, nem csak a sportrendezvényeken aktívak, hanem a hétköznapok során is igyekeznek rendszeresen mozogni. Nagyon szeretünk túrázni, hál' Istennek ugye a Zselic az adja magát, tehát itt folyamatosan vannak lehetőségek túrázni. Én ezen kívül azért heti rendszerességgel sportolok, ahogy a feleségem is, meg hát a gyerekeinket is szeretnénk ebbe az irányba terelni, mert egészséges életmód biztosítja a hosszú életet számukra is. A szervezők szerint az ilyen és ehhez hasonló sportprogramok, amellett, hogy közösségépítőek, jótékony hatással vannak a gyermekek egészségére és mozgásuk fejlődésére is. Olyan fiatal emberek és fiatal hölgyek fognak felnőni, akik szeretik a mozgást, akik közösségben jól érzik magukat, nem csak a laptop előtt és a telefon előtt, hanem a sport az egy közösségformáló erő. Ráadásul tette hozzá az elnök, ezek az alkalmak az utánpótlás nevelés szempontjából is kiemeltnek számítanak. 26-szor is bajnok lett idén a finnok. Kaposvár férfi röplabda csapata a Magyar Kupa elsőség után a napokban az Extraliga aranyérmét is megszerezte. A bajnok avatásra pénteken Székesfehérváron a MÁV Előre otthonában került sor. 4 meccsen 3-1 arányban nyerte meg az idei aranypárharcot Kaposvár férfi röplabda csapata. A finó együttese rekordbajnokhoz és címvédőhöz méltó játszott az Extraliga döntőjének pénteki mérkőzésén Székesfehérváron is. Fantasztikus élmény volt, ahogy hallottam a visszajelzéseket kívülről is, ez egy nagyon jó mérkőzés volt. Belül azért mi egy picit másképp éljük meg ezt, mint mondjuk egy külső szemlélő. Nekünk azért megint egy nagyon fárasztó, lélekörlő, tényleg fizikálisan, mentálisan is egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Le a kalappa is, tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy nem engedtük meg azt, hogy amit itt elkövettünk itthon a harmadik mérkőzésen, az ismét megtörténjen velünk. Nem adtunk lehetőséget az ötödik mérkőzésre, és tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz, fontos, de örömteli pillanat volt. A 4 mérkőzésből álló bajnoki fináli MVP-jének, vagyis legjobb játékosának Baróti Árpádot választották meg. A csapatelnök azt mondja, minden játékos kitett magáért, és a szurkolók előtt is le a kalappal. A siker az mindig jó ízű. Főleg az a szeretet, ami övezett bennünket, nagyon sokan elkísértek erre az utolsó meccsre is, és az, hogy több mint 100 ember várt bennünket éjjel a rotondánál, mikor hazaértünk, az meg elmondhatatlan volt. Úgyhogy tehát most eljött a pihenés időszaka, nyilvánvaló a külföldiek ugye hamarosan hazautaznak, még a héten itt egyszer biztos, hogy találkozunk még a csapattal. Azok a szurkolók, akik a székesfehérvári győzelem estéjén nem tudták köszönteni a bajnok csapat tagjait, azok most pénteken a Kaposvár Aréna főbejáratánál 15 és 16 óra között találkozhatnak kedvenceikkel. Főbb híreink még egyszer röviden. Beérett a fóliás eper, hamarosan jön a szabadföldi szezonja is. A kaposvári nagypiacra időszerűen a térségi őstermelők szállítják a finomságot. Koncertek, vetélkedők és kézműves foglalkozások tucatjai várták a családokat a kaposvári Majálison. A Városligeti programokra sokan voltak kíváncsiak. Rendőrnapot tartottak kedden Siófokon. A Tóparti Városkában rengeteg érdekes és interaktív bemutatót szerveztek az egyenruhások. Április 30-án véget ért a távfűtési szezon, igaz, a lakóközösségek ezután is kérhetik még a szolgáltatást. További részleteket ezzel kapcsolatban is találnak internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30 jön ma este a Kunkantó, a gyerekeknek 8:30 pedig a Balasport, a Tavi TV Sport magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés.
Egy ciklon hatására változékonyabbra fordult térségünk időjárása, így holnap már erősen felhős idő várható, többfelé esővel, záporral. Az északnyugati szél megerősödik, a hajnali órákra 10-13 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 17-19 fok körül alakulnak. Szombaton változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, helyenként előfordulhat egy-egy zápor. Kora reggel 11-13 fokot, délután 21-23 fokot mérhet. Ez a változékony záporokkal, zivatarokkal tarkított idő úgy tűnik, a jövő héten is folytatódni fog, jelentős lehűlés azonban továbbra sem várható. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman Társasház ingatlanjainak értékesítője.